Kádár János a mai napon megnevezte október 13-át, mint a helyi önkormányzati választások időpontját. Másrésztről pedig ez számunkra is egy fontos nap, hiszen korábban mondtam azt, hogy a Szövetségben Fehérvárért Egyesület elindul önállóan megméretteti magát az önkormányzati választáson. Mind a 14 körzetben állítunk jelölteket, valamint polgármester jelöltünk is lesz. A mai napon pedig az akkor már említett együttműködésnek a részleteiről kicsit bővebb információkra szeretnénk szolgálni. Mondtam, hogy két olyan szervezet van, amelyekkel szövetségre lépünk a választások idejére. Ebből az egyik az a Mi Hazánk mozgalom. Maga a megállapodás az már hónapokkal ezelőtt megszületett, viszont a részleteket még tárgyaltuk. Mi sem lehetne aktuálisabb, mint egy ilyen bejelentés, hogy a Mi Hazánk mozgalom jelölteket indít és jelölteket állít az önkormányzati választásokon, mint a mai nap, amikor Áder János bejelentette, hogy október 13-án lesz az a nap, amikor önkormányzati képviselőket, polgármestereket választhatunk az egyes településeken. A Mi Hazánk mozgalom keresi azokat, és kereste azokat a szövetséges szervezeteket, szövetséges pártokat, akikkel együtt tud működni egy ilyen választáson, és Székesfehérvár egy nagyon jó példája annak, hogy egy civil szervezettel együtt, egy hosszú tárgyalássorozat után találtunk olyan közös megoldást, ami mindkettőnknek kedvező, és azt gondolom, hogy leginkább a fehérvári emberek számára kedvező, hiszen egy olyan alternatívát választhatnak, amely során szavazhatnak a Mi Hazánk képviselőire, de egy helyi lokál patrióta civil szervezetként egy másik szervezet is képviselteti magát, és részt vesz a választásokon. Ez a civil szervezet, ez az egyesület, a Szövetségben Fehérvárért egyesület, amellyel úgy állapodtunk meg, hogy a Mi Hazánk két képviselője indul együtt a Szövetségben Fehérvár egyesületen belül, és így ezáltal a székesfehérvári embereknek alkalma lehet Mi Hazánkos képviselőket is választani, illetve egy olyan harmadik erőre szavazni, amely se az Orbáni, se a Gyurcsány féle politikát nem fogadja el, és nem kíván szövetkezni és szövetségre lépni velük. A szövetségnek az elsődleges és a legfontosabb szempont a Mi Hazánk mozgalommal pontosan ez volt, amit János is mond, hogy se Orbán, se Gyurcsány jelszót kazászlajukra tűzték, hiszen mi itt Székesfehérváron pontosan azt képviseljük, hogy akik választási lehetőséget, alternatívát szeretnének a Fidesszel szemben, illetve a baloldali összefogással szemben, azoknak legyen lehetőségük választani, hiszen jelenleg azt a látszatot igyekeznek kelteni, hogy ez a két választási lehetőségük van, holott azért itt vagyunk és harmadik lehetőségként kínálkozunk.